Pincértanulók tartottak bemutatót pályaválasztás előtt álló 8. diákoknak Tamásiban, a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskola aulájában. A nem mindennapi eseményre az intézmény nyílt napi alkalmával került sor. A szakképzési rendszer jelenlegi struktúráját mutatja be, az ágazataink jelesül, a kereskedelem, a turizmus vendéglátás, a gépészet és az építőipar mutatkozik be fél-fél órás blokkban, kompetencia babák segítségével, díszterítéssel, termékkóstoltatással, egy vendéglátósok életéről szóló repszámmal. A Tolna megyei szakképzési centrum 8 iskolája egész novemberben egy hónapon át várja a nyílt napsorozattal a pályaválasztás előtt álló diákokat. A kezdeményezés célja, hogy segítsék a 8. diákokat abban, hogy helyesen döntsenek az életük alapvetően befolyásoló pályaválasztással kapcsolatban. Nagyon nehéz helyzetben van ma egy 8-os, mert heteken, hónapokon belül meg kell hozza az élet egyik legfontosabb döntését, azt, hogy melyik középiskolában folytatja a tanulmányait. És ez nem csak érzelmi kérdés, ez a jövőről szól. Én azt gondolom, ehhez az egyik legjobb lehetőség az, hogyha konkrétan bepillantanak az iskolák életébe. A diákok idén december 3-áig adhatják be jelentkezéseiket a központi felvételi vizsgára. Ezt közvetlenül abban az intézményben kell leadni, ahol a gyerekek meg szeretnék írni a tesztet.